Sziasztok! Előző videóban említettem, hogy lassan elő fogom venni a gépeket. Az első, amit előveszek, az a 460-as fűkasza. Ezt megmondom őszintén, trehány módon, most néztem, hogy teletankkal raktam el, de semmi kijáratás nem volt, és szerintem októberbe rakhattam le. Úgyhogy ez a gép most úgy van, ahogy legutoljára használtam és le lett állítva. Most megnézem a gyertyát, kiveszem, légszűrőt megnézem, nyomok egy kis zsírt a szöghajtásba, illetve steelboltban voltam és vettem hozzá egy kis kiegészítőt, azt is megpróbálom majd felszerelni, arról majd később fogok beszélni, illetve később mutatom meg, vettem egy új kesztyűt, úgyhogy most első körben megnézem a gyertyát, hogy milyen állapotban van. Érdekes volt, mert amikor legutóbb nyáron, nyár vége felé szervízbe volt a gép, mert kuplunkosár törés volt, akkor rákérdeztem erre a gyertyára, hogy cseréljem-e, hogy van ez az üzemóra, de azt mondták, hogy ne foglalkozzak vele. 12 éves a gép, ugye újonnan vettem, két kuplunkosár törésem volt. Hát, a gyertya az szerintem gyönyörű. Őszbarna. Kicsit, ha már kivettem, akkor megrótkorongozom, vagy kefézem. És vissza. Szerszámokat, csavarhúzót hoztam ugye a Steelnek, ezt a nem tudom, Torx valahányas kulcsát, meg kompresszornak van kivezetése, hogyha fújni kell. Nagy dolgokat nem fogok most végrehajtani, csak tényleg egy kis odafigyelés legyen neki. Hát remélem indulni fog, de volt ezzel még sose gondom. Na nézzük a légszűrőt is, hogyha olyan, akkor cserélem. AliExpressről rendeltem tavaly, nem is tudom, 10 darabos szettet. Összehasonlítva, nagyon hasonlít a stílére, ezt használom. Volt vele problémám eddig. Tűnik nagyon koszosnak. Ez most vissza is fog menni. Aztán majd, ha úgy van, akkor később cserélem. Ugye, mondtam, az üzemanyag az csurig van benne. 100-as oktán számú keverék van benne, 150-es stílolaj. A zöld színű. Annyira nem aggódok miatta, de kis ördög azért nem alszik. Látjuk, milyen lesz. Jaj, na megpróbálom leszedni az elejét. Szökhajtást. Úgy oldottam meg a zsírzást, hogy nem is tudom, szilóról szedtem le ilyen csört, és akkor azt melegítettem rá a menetre, és akkor ezzel beérek oda. Remélem működni fog, legutóbb ez. Ezzel tudtam zsírozni. Ezt itt kilazítom. Ártana neki egy mosás.
Na nézzük, de könnyen lejön. Aha. És a lényeg, hogy oda bentre próbálok majd csőrrel benyúlni. Nem tudom, mennyi látszódik. És akkor oda belülre nyomni zsírt. Hát aztán. Na, ezt visszatolom. Próbálom így jó egyenesre visszaállítani. Említettem a videó elején, hogy fogok rárakni egy kiegészítőt, az pedig nem más, mint egy ilyen kézvédő. 11.000 forint volt a Steelboltba, rendelni kellett, de másnapra itt is volt. Úgyhogy ezt fogom most felszerelni. De megnézzük, hogy mennyire egyszerű, de elvileg bilincsel kell takarítani. Na nézzük, mit adtak hozzá. Kettő bilincset, meg egy ragasztót. Tappancsot. Ilyen kétoldalas, hogy hívják ezt, tépőzáras ragacsot. Na nézzük, hogy ezek egy formák. Úgy látom, ez kisebb, szerintem talán ez... Aha, ez ide megy. Ez pedig a hosszabb, az meg ide a gázhoz, gázkarhoz. Aha. Így ennyi. Oké. Azt kell kitalálni. Hát igen. Látom, hogy ezt ki kell hozzá teljesen tekerni. És úgy átbújtatni. Ezt kihajtom. Szét is ugatni is volt nehéz. És ezt, hogyha így rakom. Próbálom beindítani. Hogy indul? Hát biztos. Hát van. Nézzük. Rendesen. Na, ugye az történt, hogy megtisztítottam a gyertyát, kifújtam a légszűrőt, azt most egyelőre nem cseréltem ki, azt majd szerintem egy vagy két kaszálás után megcsinálom. Tank az tele van, indult a gép rendben, felszerelésre került ez a kézvédő. Hát elég nehezen sikerült a bilincset itt a bekapatni. Itt arra figyelni kellett, hogy ugye ennek itt van a fixeje, úgyhogy nagyjából csak arra kellett
figyelni, hogy kapásból az ember jó helyre rakja, meg aztán nagy nehezen a másik oldalra bejátszani a helyét. Alul a bilincs az fogja erősen, viszont itt a két oldalú ragasztós, tépőzáras ragacs, hát nem valami stabil. Meglátjuk, a lényeg, hogy védi a kezemet. Aztán majd használat közben kiderül. Majd bezsírozom a fejet is. Erre azt találtam ki még tavaly, hogy erre a zsírra ilyen szilónak a csőrét raktam rá, de ennek speckó menetemelkedése van, úgyhogy nem tudtam stabilan összehozni őket, úgyhogy még keresek egy esztergályost, aztán majd azzal készítettetek ide egy fix ilyen csőrt, amivel jól be lehet nyomni a zsírt. Ez még egyelőre várat magára. A gép az szépen indult, nem volt vele semmi probléma. Szórásvédőt majd visszarakom, meg majd még szerintem elmosom. Az egészet 3 millis damil van rajta. Most így nagyjából ennyi. Szerencsére indult, nincs dugulás. Majd itthon lehet, hogy nyírok vele egy keveset. Hogyha van valami nyugja baj, az most jöjjön ki. Nagyjából ennyi. Következő videóban majd a kis traktort fogom elővenni. Már feltöltöttem az akuját. Ezt is kibányászom innen. Olajcsere, szűrőcsere, olajszűrő, levegőszűrő csere, úgyhogy ez fog majd jönni. Mert most már lassan kell mennem nekem is nyírni. Úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, ha bármi kérdésed, észrevétel, tanácsod van, akkor azt kommentmezőben nyugodtan írd meg, illetve még nem iratkoztál fel a csatornára, és tetszik a tartalom, akkor kérlek, tedd meg. Úgyhogy jó pihenést mindenkinek, sziasztok!